Hangulatképek egy korábbi street food showról. Az Amerikai Egyesült Államokból világhódító útra indult, speciálisan étkeztetésre átalakított vendéglátó kisbuszok 6 éve hódították meg Magyarországot. Azóta az ország nagyobb városaiban már közel 60 programot szerveztek, amik során a résztvevők a kulináris élvezeteknek hódolhattak. Idén pedig első alkalommal a kalocsai érsekkertbe látogat 12 food truck, hogy június 18-ától 3 napon keresztül válogatott minőségű ételekkel és italokkal ismertessék meg a helyieket. Egy fantasztikus menü lesz, és akik jönnek, a Max Kitchen, a Smoky Monkey, a Csecse, a Food Mafia, ezek mind feketeöves, régi, bejáratott, és nagyon profi versenyzők, nem hibáznak. És ráadásul ebben kubai, mexikói, amerikai, angol, hamburger, amerikai fogások is megtalálhatók, amik a legnépszerűbbek. A Food Truck Show a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Szervezésében érkezik a városba. Zsiko Zoltán, a cég ügyvezetője azt mondja, a megnyitó jövő héten, pénteken 14:30 lesz. Hétvégén pedig délelőtt 11 órától éjszakáig várják majd a vendégeket rengeteg csatolt programmal. Például 12 négyzetméteres LED falon lehet majd a labdarúgó Európa-bajnokság meccseit nézni, valamint gyerekprogramok is várják majd a helyieket. Különböző utcazenészek fogják majd tarkítani a rendezvényt, mint például a Tábortűz zenekar, a Veracruz zenekar, a Sandwich zenekar, vagy Nagy Imi Szarka duója, és természetesen a családoknak és a gyermekeknek is készülünk programokkal, népi fajátékokkal, körhintával és ugráló várral fogjuk várni a kedves érdeklődőket díjmentesen. A cél, hogy Kalocsán hagyományt teremtsenek a Food Truck Showból.